Egy héttel ezelőtt, igazából nem is tudjuk pontosan a napját sem, meggyilkoltak két embert Szlovákiában. Ez önmagában valószínűleg elegendő lenne néhány híradó hírblokkjába, de sajnos sokkal többről van szó, tudnélik, egy oknyomozó újságíró töltek meg az ő mennyasszonyával együtt. Meghalt Ján Kuciák, szlovák újságíró, aki az utóbbi években komoly korrupciós és hatalommal való visszaéléses ügyeket dolgozott fel, és hát ami a dolognak az csúnya fordulata, és ami nagy valószínűséggel közrejátszik a halálában, az az, hogy nem csak a szlovákia belügyével kapcsolatos dolgokba kezdett el kutakodni, hanem egy olyan hálózatot tárt fel, amit szerintem nagyon sokan tényleg csak az ilyen akciófilmekből vagy a krimikből gondolhatunk. Ez pedig nem más, mint a kalábriai maffiának és a szlovák gazdasági, illetve hát politikai életnek az összefonódásáról szólt. Erről egy hosszú oknyomozó munkát folytatott, és néhány nappal azelőtt, hogy az erről szóló cikk kijött volna, őt és a mennyasszonyát holtan találtak. Ez nagyon komoly politikai vihart indított el, ahol az ellenzék rámutatott azokra az egyébként teljes mértékben egyértelmű összefüggésekre, amik a szóban forgó olasz vállalkozókat összefüggésbe hozzák a legmagasabb politikai körökkel, amelyre a miniszterelnöknek, illetve a belügyminiszternek a reakciója az volt, hogy az ellenzék már megint politikai helyzetbe akarja hozni magát. Én azt gondolom, hogy a szlovákiai oknyomozó újságírás kicsit másról szól, mint a magyarországi. Szlovákiában nincs az a fajta koncentrált célirány, amivel foglalkoznak az újságírók. Ennek ellenére természetesen nagyon sok csúnya dolgot tárnak fel, viszont azt azért el kell mondani, hogy Szlovákiában azért lényegesen függetlenebb újságírás működik, vagy legalábbis ennek az a fajta intézményes háttere, amely Magyarországon lassan kezd egy teljesen egy oldalú, egy síkú dolog elválni, az Szlovákiában nincs. És remélem, hogy nem is lesz. Voltak rá próbálkozások, az elmúlt 20-25 évben voltak olyan időszakok, amikor ez így volt, pillanatnyilag szerintem nincs így. A legfrissebb információ az, hogy délután 4 órakor nyilatkozott ott Andrej Kiska, szlovákia köztársasági elnöke, aki egyértelműen kijelentette, hogy ezt a helyzetet csak és kizárólag úgy kétféle módon lehet megoldani, vagy a meglévő kormánynak a teljes átalakításával, vagy egy előrehozott választáson. Z życiskiem amor.